A MOHU a honlapján számolt be arról, hogy az év elejétől Budapest, Miskolc, Debrecen, Székesfehérvár, Szolnok-Kecskemét, Cegléd, Zalaegerszeg, Békéscsaba, Nagykanizsa, Tatabánya, Kaposvár, Gyula, valamint Békés társasházi övezeteiben indítják el a szolgáltatást. A házhoz menő gyűjtés 2024-ben közel 500 000 lakost érint. A társaság elindította a szolgáltatását a 2023-as évben, 35 évre vállalta azt a célt, hogy a többnyire lakossági hulladékát Magyarországnak azt 2040-re 65%-ban újra feldolgozásra, hasznosításra adja át. Ez azt jelenti, hogy a visszagyűjtött hulladékokat 65%-ban a körforgásos gazdálkodás részévé tudjuk tenni. Illetve azt vállalta, hogy 10% alá viszi azt a lerakásra szánt hulladékot, ami jelenleg az országban kiemelkedően magas, és nagyon szükséges annak a környezeti javítás az országban. A hosszú távú célok mellett megjelenik az, hogy a teljes országban hatékonyan működő egységes hulladékgazdálkodási rendszert tudjunk kialakítani, aminek a része a szelektív hulladékgyűjtés is. És itt kapcsolódik be a biohulladék, aminek a gyűjtését, visszagyűjtését a 2024-es évtől vezetjük be, fokozatosan annak érdekében, hogy minél inkább meg tudjuk azt tapasztalni, hogy mik az országosan kiterjeszthető jó gyakorlatok, ami már minden háztartási visszagyűjtést tud érinteni a későbbiekben. Ennek a biohulladéknak nagyon nagy szerepe van a körforgásos gazdaságban, hiszen biogáz üzemekben fog kerülni ez a hulladék, amelyben hőt, villamos energiát állítanak elő, és abból a száraz anyagból, ami visszamarad, abból pedig komposztot és humusz állagú anyagot tudunk a mezőgazdaságnak visszajutatni. Különösen fontos lesz a visszagyűjtésnél az, hogy minél magasabb tisztaságú anyagot tudjunk gyűjteni, hiszen ezekben a biogázüzemekben kifejezetten fontos a szennyeződésmentes, idegen anyagmentes hulladéknak a visszagyűjtése. A programban résztvevők lakásonként egy-egy 5 literes konyhai gyűjtőedényt kapnak, amely nem csak könnyen kezelhető, de szag- és kifolyásmentes is. Nyilván ez egy nagyon-nagyon komoly idő lesz, mire az emberek erre rájönnek, hogy ez jó és hasznos, mert sem a szaghatások, sem a csöpögő kukák, sem a nem tudom micsoda, senkinek nem okozott örömet eddig. Ezt ebben lehet kezelni. Senki ne ijedjen meg tőle. Lehet, hogy egy kicsit kényelmetlennek tűnik az elején, de egészen biztos, hogy nem lesz kényelmetlen. És az, hogy a bajcsi lakóközösség külön kérte, hogy bekapcsolódhasson ebbe a programba, ezt itt ebben a körben szeretném kiemelni. Tehát az, hogy egy lakóközösség rájön arra, hogy ez jó, ez legyen egy olyan üzenet, hogy ezt mindenki gondolja végig, és egészen biztos vagyok benne, hogy rendben lesz a hulladék gazdálkodás ezen része. Emellett társasházak számára is kiosztanak egy-egy 120 literes barna kukát, amelyet a megszokott módon kell a ház elé kihúzni a meghatározott napokon. 20 000 embert szeretnénk elérni első körbe, ez több mint 5400 család lakóingatlant takar. Jellemzően a Széchenyi városrészt, illetve a Bajcsi-Zsilinszky úti 10 000 metereseket fogja érinteni. Én úgy gondolom, hogy ez egy remek és nagyon nagyszerű projekt. Röviden ennyi. Minden család kapja ezeket az 5 literes gyűjtőeszközöket, amiben összegyűjteti a konyhai maradékokat, és utána pedig a társasház közös 120 literes cseppmentes és szagmentes gyűjtőjébe tudja önkéntesen, szabadon választható módon levinni. A konyhai zöld és élelmiszer hulladékot gyűjtő kukában sokféle szerves hulladék elhelyezhető, például gyümölcsök és zöldségek maradékai, kávézac, teafű, viszont a filter nem, fűszerek, tojáshéj, főtt ételmaradékok, pékáruk vagy épp feldolgozott élelmiszerek és húskészítmények is. Fontos viszont, hogy nem szabad beledobni csontot, az élelmiszerek csomagolását, porzsákot, porszűrőt, papírzsebkendőt és pelenkát. Ezek, illetve az ehhez hasonló anyagok ugyanis amellett, hogy nem komposztálhatóak, károsíthatják a hasznosítást végző gépeket. Tilos lesz továbbá a barna kukákba kihelyezni a fák ágait, leveleit, gallyakat, valamint kommunális hulladékot is. A bedobható élelmiszerek listája a www.mohu.hu/biohulladék oldalon is megtalálható.